27 éve fogalmazódott meg az igény, hogy kiépítsenek egy kerülőutat, amely tehermentesíti Szabadkát. Az azóta eltelt időben az útépítés vontatottan haladt, néha évekig nem történt előrelépés. Az Y-ág március 23-ai szakaszának átadója után most egy további 5600 méteres részt is befejeztek. A szakasz átadóján Zorana Mihajlović építési, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési minisztert, Pásztor István a tartományi képviselőház elnöke és Bogdan Laban Szabadka polgármestere fogadta. Mihajlović bejelentette, hogy már szeptemberben kiírják azt a pályázatot, amelynek alapján az eredetileg jövőre tervezett szakasz kivitelezése még idén elkezdődhet. Ne možemo da govorimo o razvoju Subotice, Vojvodine i Srbije ukoliko nemamo ne samo Y krak nego i sve druge, dakle puteve, ne samo projekte koje radimo, nego sve ono što planiramo u narednom periodu da uradimo, a to je povezivanje cele Srbije, dakle autoputevima, regionalnim putevima i boljim kvalitetom lokalnih puteva, jer to je ono na što će ministarstvo obratiti posebno pažnju naredne godine. Az út, amely a tranzit forgalmat a városon kívül helyezi, a Szabadka dél autópálya lejárónál kezdődik. Részlegesen elkészült szakasza a Békovai és a Csantavéri úton keresztül kapcsolódik a most elkészült és átadott 5,5 kilométeres szakaszhoz, amely a Topolyai és a Zombori utat köti össze. Az összességében 26 kilométeres Y-ág egészen a Szabadkától északra található kelebiai határátkelőig vezet majd. Pásztor István reményének adott hangot, hogy ezzel a kamionforgalom elkerüli a várost. Mint egy 1000 kamion megy végig Szabadkán naponta, ez éves szinten több mint 300 000 nagy kamiont jelent, sleppert jelent, és azt gondolom, hogy közlekedési szempontból is, környezetvédelmi szempontból is, zaj szempontjából is fontos prioritás az, hogy ez a forgalom ne Szabadka város központján keresztül bonyolódjon, hanem kihelyezésre kerüljön erre a mintegy 26 kilométeres útszakaszra, amelyik a kelebi határátkelőt összeköti a Horgos, Újvidék, Belgrád autóúttal. Az új szakasz kivitelezése 337 millió dinárba került. A teljes Y-ág a bejelentések szerint 2019-ben készül el, és része lesz a Szerbiát az Európai Unióhoz kötő 10-es közlekedési folyosónak.